Egyelőre beláthatatlanok a háború gazdasági következményei. Az biztos, hogy nem csak Oroszországot, hanem egész Európát, sőt talán az egész világot megrázza majd a válság. Elég csak az energiaárrobbanásra gondolni, de több gyár már leállította a termelését Oroszországban, illetve az Unióban, és hiányozhat majd több országnak az ukrán és orosz gabona is a következő hónapokban, na meg persze az orosz turisták pénze. Csak nem 150 éve folyamatosan palackozzák a sör különlegességeket egy belgiumi sörfőzdében. A családi vállalkozás túlélte mindkét világháborút és a koronavírus járványt is. Most azonban bajba került, az alapanyagok és az energia ára rekordmértékben emelkedik, ráadásul az ukrajnai háború miatt a vállalat elesett az egyik legnagyobb piacától. Termékeink 70%-át exportáljuk, közel egy negyedét Ukrajnába, Oroszországba és Fehér Oroszországba. Már most súlyosan érint minket a válság. Ezekbe az országokba lehetetlenné vált az export, mondta a sörfőzde ügyvezető igazgatója. Az ukrajnai háború kirobbanása óta bevezetett újabb és újabb amerikai és európai szankciók ugyanis nem csupán az orosz, hanem az európai gazdaságot is sújtják. A német, a francia, a spanyol és a brit részvényindexek is zuhanásban vannak. Ha az energiaárak tovább emelkednek, az a teljes európai gazdaságot egy újabb recesszióba döntheti. Ezért Németország nem támogatja az orosz földgázimportot sújtó szankciókat, jelentette ki a német gazdasági miniszter. A német gazdaság számára már most egyértelműen látszanak a háború és a szankciók következményei. Mind abban bíztunk, hogy tavasszal a járvány után gazdasági fellendülés lesz, és abban, hogy a második negyedévben a válság előtti szintre áll vissza a gazdaság. A háború hatásai azonban mindezt veszélybe sodorták, mondta Robert Habeck alkancellár. Soha nem volt olyan drága a földgáz, mint most. Csütörtökön 221 amerikai dollárt kértek egy megawattóráért az amszterdami tőzsdén, ez több mint 13-szorosa az egy évvel korábbi árnak. 2 millió hordót szabadít fel olajtartalékaiból a spanyol kormány, jelentette be a madridi kormány szóvivő pénteken. A Nemzetközi Energiaügynökség kezdeményezésére egy sor ország döntött tartalékainak megcsapolása mellett. A történelmi mélypontra jutott energiaválság ugyanis a teljes európai energiabiztonságot fenyegeti. A spanyol turizmust is súlyosan visszavetik a szankciók. Mióta kitiltották az orosz repülőgépeket az európai légtérből, nem jönnek orosz turisták a spanyol tengerpartra sem. A válság előtt évente több mint 1 millió orosz vendégük volt, elmaradásuk több milliárd eurós forgalom kiesést jelent. Az orosz-ukrán háború szelét az afrikai Egyiptomban is érzik. A Vöröstenger-parti Gurdakában több ezer ukrán turista mondta le foglalását. Egyiptom eközben a világ egyik legnagyobb gabonaimportőre is. A 100 milliós ország a háború kitörése előtt a búza behozatal felét Oroszországból, 30%-át pedig Ukrajnából kapta, a szállítmányok a háború kitörése óta azonban egyre ritkábban érkeznek meg. Ennél is súlyosabb a helyzet Libanonban, ahol a búzaimport 60%-át eddig Ukrajna biztosította. Az árak drámai emelkedése és a bizonytalan szállítások miatt az emberek attól félnek, napokon belül nem lesz kenyér. A beiruti kormány gazdasági minisztere arra kérte a libanoniakat, ne kezdjenek pánikszerű vásárlásba, mert még van egy hónapra elegendő tartaléka az országnak. Az is látszik már, hogy haszonélvezői is lehetnek a háború okozta világkereskedelmi átrendeződésnek. Kína nem csatlakozott az Oroszországot sújtó szankciókhoz, és már eddig is az orosz export első számú célpontja volt. Már a háború előtt tervbe vették egy új gázvezeték építését, amivel a többszörösére növelhetik a Kínának eladott földgáz mennyiségét.